Az uszoda minden évben egy hónapra bezárja kapuit a látogatók előtt, hogyha nem is annyira látványos, de szükséges munkálatokat végezhessenek a szakemberek. Karbantartás, felújítás, takarítás készíti fel az intézményt az óvodás, iskolás csoportok, sportolók, vendégek fogadására. Felújítási, karbantartási munkákat fogunk végezni az uszodában. A szaunát újítjuk fel, a mosdó és fürdőhelyiségeinket, az aulában lévő mellékhelyiségeinknek a teljes rekonstrukcióját fogjuk végrehajtani, tisztasági festéseket fogunk eszközölni, gépészeti felújítások és karbantartások fognak zajlani az uszodában az idő alatt. Ha az uszodában nem is, de a strandon továbbra is sportolhatnak az úsznivágyók. Minden nap a kora reggeli órákban van erre lehetőség. A sportolóinknak és a bérletes vendégeink számára lehetőség van arra, hogy már reggel 6 órától a strandon, a mögöttem található, félig fedett nagy medencében végezhetik a tevékenységüket továbbra is, és ezáltal egy kicsit könnyebbség az, hogyha az uszoda nincs nyitva, és nem tudnak jelen pillanatban ott nagy mértékű edzéseket tartani. Bőcs Zoltánné hozzátette, ősztől áremelkedés várható, a belépő jegyek ára 20%-kal növekedik majd. Az uszoda várhatóan szeptember 5-én nyit ki újra.